Na csá, köszöntök mindenkit hatalmas szeretettel, én Dani vagyok, a képernyőn a Solaris láthatjátok, azon belül is a Let's Play nulláról, sétöltés nélkül sorozatom 17. részét. Ugyan az előző videóban elmondtam nektek, hogy egy kisebb fajta kihagyás fog most részemről következni, munkából adódó elfoglaltság miatt. Ettől függetlenül, amikor viszont elkezdtem játszani, akkor elég sok kérdés érkezett játékon belül is, meg a Facebook oldalunkra is, hogy mikor jön a következő videó, úgyhogy ezekre válaszolnék most. És hát tombol izomból a Valentin event a szerveren, én erről külön nem készítenék már bemutató videót, nem teljesen lenne releváns, hisz néhány nap múlva le fog járni. Illetve én tudtam sajnos előre, hogy ezen az eventen nem fogok tudni részt venni olyan mértékben, mint ahogy azt a játék igényelni, vagy amennyire én részt szerettem volna benne venni. Viszont itt meg is ragadnám az alkalmat, hogy felszólítsalak titeket, kedves nézők, hogy ti viszont mit tudtatok elérni a Valentin event segítségével, nagyjából hány karakterrel játszottatok, azok milyen szinten vannak, és ahhoz mértem, mennyi pénzt, illetve mennyi értéket sikerült kiszedni az event segítségével. Ezeket kellek írjátok le nekem kommentbe, hogy mások is lássák, hogy ezek a szezonális eventek azért elég ütőképesen oda tudnak az embereknek tenni Adellából, úgyhogy relatív kicsi időráfektetéssel, igen, vagy időbefektetéssel. Nehezen jönnek a szavak a nyelvemre, de ez most egy ilyen dolog, már csak azért sem fogom ezt kiszedni. Szóval, hogy az emberek lássák, akik esetleg nincsenek aktívan benne így a szervernek a hétköznapi életébe, hogy ezek a szezonális eventek igenis nagyon jövedelmezők, új játékosoknak is leginkább. Úgyhogy ezeket a kommenteket egyébként előre is köszönöm. Viszont csak hogy azért ne úgy jelentkezzek be mégis ennyi idő után a videóban, nem történt semmi, azért erről így ebben a formában nincsen szó. Ugye mellettem van a másodlagos ütő karakterem, láthatjátok, hogy itt van egy 120-as szintű pet, amiről azonnal mesélni fogok, amikor átugrok ebbe a karakterbe, de most még egyelőre itt maradnék, ugyanis farmolni ugyan nem tudtam, viszont rengeteg sok olyan boltolni való dolgot halmoztam fel, amit ez idő alatt, amíg nem tudtam gépezni, szépen sikerült elboltolni, aminek következtében mindig volt nálam pénz, és hát a pénzt azt pedig értelemszerűen az zodiákus vértemnek a felhúzására fordítottam, amit meg is szeretnék mutatni nektek, ugyanis elkészült az zodi vértem is, plusz 9-es most már, és hát ez egy egészen nagy mérföldkő egyébként, mert meglett ugye a zodiákus pallos 9, meglett a zodi páncél 9, nyilván még a zodi talizmánnak a kihúzása az hátra van, de alapvetően amik felszerelések nagyobb szintűek és nagy mértékben meg tudják emelni a karakterednek a sebzését, az ez a két tárgy, és ezeket nekem sikerült megcsinálnom. Úgyhogy nagyon örülök. Így utólag én is azt mondanám egyébként, hogy inkább a zodi vértel kezdjétek el, de ugye az is azért necces, mert adnak a feltétele azt, hogy legyen egy halcsont vért plusz 9-ed, vagy nyilván kasztodnak megfelelő 105-ös múvos vért plusz 9, azt tudjátok ugye 50 ponttal továbbfejleszteni zodi vértre. Ennek a cuccnak a felhúzása tényleg messzemenőleg sokkal gazdaságosabb, mint a fegyveré volt, úgyhogy plusz 9-esen 12% mágikus per közelharci támadást kapunk, ami nagyon-nagyon jó, nagyon nagy mértékben megdobja a sebzését a karakternek, úgyhogy még nem mentem el egyébként letesztelni Razira, Nemerire és egyebekre, hogy ez mit is jelent pontosan most 9-esen így a karakteremen, de szinte biztos vagyok benne, hogy azért egy jó pár ezer, hanem jó pár tízezer sebzést rá fog dobni a karakteremre. Úgyhogy így nézzünk ki, a fő karaktere, igazából ezen most se gyűrűk, se semmi nincsen. Nem sokat játszottam rajta őszintén, mert más karaktereken volt a fókusz, és hát szeretném megmutatni nektek azt, amit már tényleg nagyon régóta szerettem volna elérni, illetve videókban is azért pár szó már említettem. Itt van az én kis flottám, kérlek szépen. Hát a sztori az úgy nézett ki, ugye eddig összesen 4 karakterrel tudtam menni Razira, illetve Nemerire. Ugye volt az extra jó karakterem, az első, a kettes, a hármas, és akkor így összesen volt 4 karim, hogyha valaki kiírta, hogy valaki 4x4 esetleg, akkor vele szépen el tudtam menni razizni, nemerézni, stb. És le tudtam vele csapkodni. Viszont tudtam, hogy jönni fog most ez a szezonális event, amikor nagyon könnyű karaktereket húzni. Ugye a megjelenő
extra eventes metinkövekből nagyon sok XP tud jönni, aminek következtében ugye nagyon könnyű felrántani a karaktereket 90-ről 95-re, vagy akár nagyobb szinteken is. Úgyhogy nálam úgy nézett ki a sztori, hogy event előtt felhúztam az extra jó 5-öt, illetve a 6-ot 90-re. Amikor betették az eventet, akkor azonnal elindultam a nagy karakteremmel metinköveket ütni. A metinkövekből jöttek ugye az eventes kövek, az eventes köveket pedig ezekkel a karakterekkel ütöttem le. Nem viccelek, de körülbelül ilyen 30 perc volt talán a 90-ről 95-re való fejlődés, úgyhogy abszolút nem volt durva. Nyilván amíg nem volt lent eventes kő, addig karicserébe tettem őket, és igazából ennyi a sztori. Amikor már viszont elindult az event, akkor teljesen nulláról húztam fel a 7-es, illetve a 8-as karakteremet. Erre pedig azért volt ugye szükség, mert ahogy bekerült az event, ugye az extra meghívó kódokkal ilyen kosztümöket lehetett 14 naposokat szerezni. A vért kosztümbe van XP bónusz alapból, illetve hát itt most saját leltárból megmutatom ezt a kis tárgyat, ez a szerelem itala. Ez egy nagyon könnyű, nagyon könnyen elvégezhető küldetéssorozatnak a végterméke, ami egészen a Valentini eventnek a végéig velünk van, és hát itt is becsúszik 50% XP, illetve mellette még sok-sok hasznos egyéb bónusz, tehát ennek köszönhetően még könnyebb volt a felfele fejlődés, illetve 90-ről 95-re feljutás. Úgyhogy gyerekek, így állunk most jelenleg. Gondolkodtam azon, hogy az extra jó karimat, illetve a surámat fel kéne húzni 110-re, és akkor három karakterrel tudnék zodizni, és akkor még mellé mondjuk egy darab karaktert még húzni, egy 95-öset, és akkor akkor a nagy karakteremmel tudnék menni szólóba Razi Nemerére, és mellette lenne 7 darab 95-ös karakter, ugye 95-ös szinten a legjobbak a type dropok, úgyhogy ott igazából a 8 karakterből egy a fő karakteremnek lenne egy picit szarabb a dropja, de ugye az ütő karakter, tehát az le van szarva. És akkor ugye mellette szépen lassan épül ugye a sura is, épül a második ütőkarim is, és akkor ezekkel nyilván majd szeretnék menni hidrázni is, stb. Egyedül, úgyhogy ezek itt most a közeli céljaim. Úgyhogy erről a karakterről nagyjából ennyit, ugorjunk át egy picit a harcosba. Na most a második harcossal az a helyzet, hogy amíg fejlődtem és amíg húztam ezeket a 95-ös karaktereket, addig a második petem is felfejlődött 120-as szintre. Azért mondom, hogy csak 120-ig, mert most még tárgy XP szükséges neki, de ezt itt most a videóban meg is szeretném csinálni. Néhány darab sisakot ide pakoltam, és ebből szerintem meg is lesz a 121-es szint. Halleluja! Meg is lett. Úgyhogy ez lesz az a petem, ami a fő karakteremre fog menni. Ezt ugye azért vásároltam, mert 15,8% TP van benne, 17,2 boss, illetve 17,1 metin. Fordítva, bocsi, fasságot mondtam, szóval 17,2 és 17,1. Három skilles is, úgyhogy még mielőtt kikönyvezném egyébként ezt a petet, itt szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét, bárki, akinek van esetleg hasonló Razador petje, nagyjából ugyanilyen százalékos bónuszokkal, a nagyjábólon azt értem, hogy legalább 17% feletti metin, illetve boss, meg olyan 16 körüli HP, szóval ha van ugyanilyen pet bárkinek a birtokában, csak Razadorba, akkor mindenképpen keressem meg. Nem számít az sem, hogyha ki van skillezve, mert akkor odaadom a könyveket hozzá, de ugye arra jöttem rá, hogy az egész szettem, meg mindenem piros, és a petem pedig kék, és ez eszméletlen módon felkúr, úgyhogy szeretnék egy hasonló tudással rendelkező Razador petet. Tudom, nem vagyok normális, de értsétek meg, ez én vagyok. Tehát precízió, minden egységes, és kész, ennyi. Ennyi az indoklás, úgyhogy ezt a Nemerét ezt szeretném majd elcserélni egy Razadorra bárkivel, bár kétlem, hogy hasonlót találok úgy az elkövetkezendő időszakban, de ha mégis, akkor keressetek meg, léci. Mondom, készségkönyvek is vannak hozzá, azt is szerzek, hogyha úgy van, már meg is van a jó része, csak valahogy kell egy ugyanilyen piros színű pet, hogy teljes legyen a set, és teljes legyen a boldogság. Úgyhogy a pettel is lassan elkészülünk, a lélekövő az a második ütő karakteremen továbbra is 8-as, most ezeknek a cuccoknak a fejlesztésével nem nagyon foglalkoztam, akik ugye kiválóak, de azt hiszem erről már beszéltem nektek, most nem is ezen a karakterem vannak az alkik, tehát
fölöslegesen is mutattam meg, úgyhogy az elmúlt jó néhány nap, illetve jó néhány hét az ebből állt igazából, hogy amikor találtam olcsón fejlesztőtárgyat, akkor a Zodi vértet húzigáltam a nagy karakteremen, és amikor egy picit több időt tudtam játék előtt tölteni, akkor pedig a kis karaktereimet húztam fel, úgyhogy a szezonális dolgokból annyira sok nem jutott, viszont a hétköznapokra hát igencsak nagyot fog dobni szerintem ez a jó néhány karakter, amiket itt most sikerült összeszednem, úgyhogy velem ennyi történt igazából az elmúlt két hétben. Tényleg ez most egy hajtósabb időszak volt munkában, úgyhogy többre nem igazán voltam képes. Ami még esetleg ilyen tapasztalat lehet esetleg, full XP-vel fejlődtem velük, 0-ról 75-re kb. Egy óra, 75-ről 90-re olyan 2 óra 15 perc, 2 óra 30 perc, és amikor már voltak ugye elventes kövek, akkor pedig 90-ről 95-re nettó 30 perc volt kb. De úgy 30 perc, hogy amikor nem volt lent kő, akkor ugye nyilván karicserébe pihentek, úgyhogy nagyjal ütögettem a köveket, és ahogy volt már 2-3 darab eventes kő, akkor beléptem a karival, és akkor szépen lecsapkodtam őket. Tehát nagyjából így érdemes elképzelni így a karaktereknek a húzását. Nagyon sokszor láttam azt, hogy tök szar, hogy több karakterrel kell játszani, de én meg pont azt mondom, hogy akinek kevés ideje van játszani, az ezen a szerveren sokkal jobban jár azzal, hogyha több karakterrel játszik, mert most érted, egy karit kihúzol a 95-re, egy karival elmész Razira, nem erejére, fizetsz is azért, hogy bemehessél, és akkor vagy megéri, vagy nem. Így meg azért, hát jóval nagyobb esélyed van normális tárgyakat kapni a ránokon, meg hát nyilván az embernek több motivációja is van elindulni, hogyha nem egy karakterrel indul el, mint egy kis fűszál, egy kilói, ting, hanem 8-szal, tehát azért mások az arányok. Nyilván így jóval nagyobb fejlesztő mennyiség fog hullani, tehát akinek kevés ideje van játszani, én mindenképpen azt mondom, hogy több karaktert érdemes összerakni. Szezonális eventen kívül is lehet egyébként 95-re húzni karaktereket, csak sokkal lassabb és sokkal nehezebb, úgyhogy én ezt a taktikát mindenkinek tudom ajánlani. Aztán meg a Sura. A Sura fog most következni, cuccügyileg, meg mindenhogy. Tényleg ezt a három karaktert, ezt a három fő karakteremet szeretném picit így egymástól függetlenül megcsinálni. Aztán felmegy ez a 310-re, és akkor tudok nyugodtan zodizni. Három karakterrel el tudok menni majd hidrázni is, úgyhogy ott meg ugye értelemszerűen még értékesebb fejlesztő tárgyakhoz tudok hozzájutni. Úgyhogy lesz itt hamarosan pénz lóvéra, de egy cseppnyi időbefektetés azért még mindig hátra van ezekkel. Úgyhogy a nagy karakterem az nagyjából kezd el készülni egyébként, most elkezdek vele majd felfejlődni 120-ra. Nyilván most is fejlődhetnék vele egyébként, amíg event van, de most még sajnos nem állok úgy szabad idővel. De hamarosan ez fel fog menni 120-ra, a második ütőm 110-re, és a Surám is 110-re. A fillek mellé pedig még egyet szeretnék majd húzni. Az extra jó 4 az egyébként létre van hozva, csak amikor azt létrehoztam, akkor az eventes tárgyakat kivettem rá, amik lejártak, és végül nem húztam ki a karit 95-re, de majd szerintem be fogok adni egy ilyet, hogy karaktertörlés, és akkor egy másik felhasználói fiókra létrehozom az extra jó 0-4-et, egy szezonális eventem, vagy valamikor, és akkor majd azt is kihúzom szépen 95-re. Úgyhogy így állunk, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, remélem tetszett a videó. Még egyszer felhívom mindenkinek a figyelmet, írjátok le kommentbe, mennyi pénz sikerült be zsebelni az event során, és hamarosan találkozunk következő héten a következő videóba. Addig pedig jó játékot, toljátok még neki, még néhány napig megy az event, még most se késő egyébként elkezdeni, úgyhogy drukkolok mindenkinek, hamarosan találkozunk, addig pedig legyetek jók, sziasztok! Yo!